Dabolcs Sándor és Portik Tamás találkozóinak leírata egész héten lázban tartotta a közéletet. Bizonyára önök is rengeteget tudnak már a témáról, és csak sejthetjük, hogy vajon milyen sokat nem tudunk még. Mi Szilvási György akkori titkosszolgálati miniszterrel és Földi Lászlóval, az Információs Hivatal korábbi műveleti igazgatójával beszéljük meg az ügy vonatkozásait. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Földi úr, ön nyilván titkosszolgálati szakember szemével elemezte ezt a leíratot. Ön szerint adott Dabolcs Sándor megbízást bármire? Megbízóként lépett föl ebben a több beszélgetésben? A beszélgetésben nem tűnt számomra az, hogy szakmailag megrendelt volna bármit is. Ugye a sajtóban nagyon sok helyen ezt úgy kommentálták, és ide vágó részleteket hoztak, hogy ő arra bíztatta Portik Tamást, hogy szerezzen vagy gyártson terhelő bizonyítékokat, anyagokat, például fideszes politikusokkal szemben, és itt szokás megemlíteni ezt a Kupleráj ügyet is. Ugye az anyagokból az derül ki, hogy Portik úr általában beszél a politikáról, és arról konkrétan persze beszél, hogy korábban kapcsolatban volt MSZP-s politikusokkal, és ő abban érdekelt, hogy az MSZP nagyon hatalmon. Ebben megállapodik a két fél, hogy ez számukra jó lenne. Ez a politikai része a dolognak. Az én problémám az egészen az, hogy ez két ember beszélgetése, és igazándiból nem értem benne, és nem érzem benne azt a szakmaiságot, amit az MBH-nak, ez esetben jelhárításnak képviselni kell. Ez egy fecsegés, csevegés, ilyet nem szoktunk tenni, a nyulat nem így ugrasztjuk ki a bokorból, ahogy Dabolcs úr erről beszélt. Tehát számomra az egész beszélgetés homályos. Jobb lett volna, talán Dabolcs úr is itt van ezen a beszélgetésen, és akkor meg tudjuk tőle kérdezni, hogy bizonyos megjegyzéseknél mire célzott és mire utalt. Utalt-e arra, hogy a politikát is meg akarja figyelni a Nemzetbiztonsági Hivatal, mert ha igen, akkor egyetemen törvénytelenségre kérte föl, vagy próbálta fölkérni a partnerét. Szilvási úr, ön hogy értelmezi ezt a felvételt, és mit szól ahhoz, hogy azt mondja Földi úr, hogy egyébként a legnagyobb baj az, hogy szakmaiatlan volt az egész? Hát én ezt nem gondolom, azzal egyetértek egyébként, hogy sem ebből a beszélgetésből nem tűnik ki, sem más későbbi körülményekből nem tűnik az ki, hogy bármiféle akció lett volna, amelyik a mostani vád talán támasztaná azzal kapcsolatosan, hogy ellenzéki képviselők vagy nem ellenzéki képviselők lejáratására összeszövetkeztek volna az érintettek. Tehát ebben maximálisan egyetértek, és azt gondolom, hogy ez nem történt. Egy műveleti meghallgatásnak nevezném, ami ott zajlott, amelynek a lényege a Dabolcs úr szempontjából az volt, hogy megpróbáljon információkat kihúzni Portik Tamásból. És ennek során, hát nem tudom, pszichológiában vagy pszichiátriában gondolom, feltételezem, amennyire ismerem a szakmai hátterét, hogy egyfajta szinkronizálást hajtott végre, azaz megpróbált alkalmazkodni messze menően a vele szemben vagy mellette ülő attitűdjeihez, érveihez, szándékaihoz, maximálisan átvéve ezeket, azonosulva azokkal, megpróbálja beszéltetni. Nekem ez tűnik ebből a beszélgetésből, és nem több. Azt tudjuk, hiszen már ön is elismerte, hogy önnél jelentkezett, hogy közvetítőkön keresztül először Portik Tamás, és ön kérte Dabolcs Sándort, hogy ezzel a szolgálat foglalkozzon. Azt is mondta neki, hogy arra kérni, hogy személyesen ő találkozzon Portik Tamással? Hát ezt nem elismertem, hanem elmondtam. Semmi titkolni való ebben nincsen, meg elismerni való nincsen. Tényszerűen tehát engem azzal kerestek meg, hogy Portik Tamásnak információi lennének a szervezett bűnözés és a közélet, a közhatalom különböző szereplőinek összefonódásáról, rendőrök, politika, stb. És ezt az információt adtam át Dabolcs Sándornak azzal, hogy ezt kezeljék, tehát érdemben hallgassa meg valaki az informátort, a lehetséges informátort, és maga Dabolcs Sándor döntötte azt el, hogy milyen keretek között zajlik majd ez a meghallgatás. Tudott róla, hogy ő úgy döntött, hogy személyesen találkozik? Utólag igen, egy vezető értekezleten azt követően mondta ezt el. De hát ezt maga Dabolcs Sándor nyilatkozta néhány nappal ezelőtt, hogy ez hogy történt, nem is néhány, talán tegnap, hogy ez hogy történt. Én szerintem ő betartotta velem kapcsolatos szabályokat, már mint a tájékoztatás szabályait, amikor azt mondta, hogy sor került egy találkozóra, ami kapcsolatfelvétel és puhatolódzó jellegű volt, érdemi információk nélkül. Ön szerint az is szakmaiatlan önmagában, hogy a titkosszolgálat vezetője találkozik a maffia egyik vezéralakjával? A dolog előrébb kezdődik, hogyha Vajtó úr azzal kereste meg a miniszter urat, hogy a szervezett bűnözésről szeretnének valamiféle információt szolgáltatni Portikon keresztül, akkor nem az NBA az illetékes, hanem a belügyminiszter, hiszen a rendőrség korrupcióval kapcsolatban a belső elhárítás az, amelyik vizsgálatot folytathat.
Tegyük fel, hogy az MBH kezdi a vizsgálatot, mert hozzájutott az elsődleges információ, akkor az MBH kötelessége tájékoztatni a rendőrség illetékes szervezetét, azott esetben közös meghallgatást is kezdeményezhetnek. Tovább megyek, amennyiben olyan információ merül föl, mert pedig a leírat alapján azért merült fel olyan információ, ami ellenőrzést igényelt volna, akkor is be kellett volna vonni a rendőrség illetékeseit. Tehát a szakmaiatlanságot én nem ott kérem számon feltétlen, hogy egy főigazgató elmegy egy elsődleges találkozóra, nem megy el, határozottan kijelentem, ugyanis az elsődleges találkozóknak éppen az a lényege, hogy nem tudjuk, mi fog történni. Oda egy operatív tiszt megy el, ő számol be a közvetlen vezetőjének arról, hogy mi történt, erre akcióterv készül, biztosítási terv készül, nem megyünk ész nélkül találkozgatni, mert mi titkosszolgálat vagyunk, és utána a jóváhagyó parancsnok pedig eldönti, hogy mi a következő lépés. Mit jelez ön szerint az, hogy a vezérigazgató, vagyis hogy a vezető maga megy el? A főigazgató azt sugallja számomra, hogy ő megy el, hogy sanda szándéka is van. Lehet, hogy nincs, de nekem ezekből a jelekből ezt sugallja. Közben lehetne szólni egy picit? Persze, mondja. Mert szerintem ez nem így van. Tehát két kérdésben sem így van. Az egyik nem a szervezett bűnözésről jelzett információkat a Portik Tamás nekem a közvetítőn keresztül, hanem a szervezett bűnözés és, mondom még egyszer, a közhatalom különböző szereplőinek összefonódásáról, korrupció és így tovább, befolyásolás. Rendőrök, más különböző pozitív ügyészek, politikusok. Ezért nem vonták be a rendőrséget? Hát részben ezért nem, részben ez viszont az emberbiztonsági törvény szerint a Nemzetbiztonsági Hivatal kompetenciájába tartozik, következésképpen a meghallgatásra sort kellett keríteni. Egy, kettő, tehát hangsúlyozom, nem a szervezett bűnözés önmagában, hanem az összefonódásról. 5/E szakasz, ha jól emlékszem, a Nemzetbiztonsági Törvénynek elvonatkozó szakasz, amelyik ezt szabályozza, tehát kifejezetten a Nemzetbiztonsági Hivatal kompetenciájába tartozó kérdésben. És nyilván nem a rendőrséghez ment ezzel az információval, gondolom, vagy feltételezem ezért, mert ugye részben arról szólt. Más kérdés, hogy mi jött ki ebből? És a második, nem tudjuk, hogy milyen ellenőrzés zajlott az információknak. Nagyon fontos az, amit a Földi úr fölvet, hogy tudnék minden információt ellenőrizni kell. Hát éppen azért nem rohangáltak hozzám vele, hogy elsődlegesen miket mondott el, mert ezeket más forrásból is ellenőrizni kellett. Hogy ennek mi a végeredménye nem tudjuk, de az se, hogy melyeket ellenőrizték és melyeket nem. Én biztos vagyok benne, hogy ezeknek az információknak egy részét ellenőrizte a Nemzetbiztonsági Hivatal. Mit tud arról, hogy ellenőriztek-e például azokat az információkat, amelyek korrupt MSZP-sekre vonatkoztak? Ugye ilyen információ nem volt, tehát a Labolcs úr... Portik Tamás azt mondja ezen a felvételen, hogy ő személyesen vitt pénzt MSZP-sekre. Ez most vagy igaz, vagy nem. Vagy igaz, vagy lehet, nem. Lehet, hogy ő ezzel akar bevágódni, lehet, hogy itt történt. Labolcs úr megpróbál erre rákérdezni a beszélgetés jegyzőkönyvéből kiderül, megpróbál rákérdezni, nem kap rá választ se először, se másodszor. Ezen túl nem próbáltak meg semmit tenni, hogy ellenőrizni. Elmondom azt, hogy különböző forrásokból történik ellenőrzés. Azt én, most elnézést, hogy ilyet mondok, tudom mondani, hogy 2008-at megelőzően és még 2008-at követően is rengeteg, hát ilyen heti gyakorisággal kaptam jelentéseket arról, hogy különböző politikusokat érintően milyen információk vannak, amelyek hát részben korrupcióra utalnak. MSZP-s, Fideszes, SZDSZ-es vagy más politikusokra rendszeresen érkeztek ezek. Mondjuk én ezt nem tudom, hogy melyik származott Portik Tamástól, melyik nem, nyilván a nagy része nem. De ilyen információk ellenőrzése folyamatosan zajlott a Nemzetbiztonsági Hivatalnál, és azok az információk, amelyek megerősödtek, azokat átadták a ügyészségnek, rendőrségnek úgy, ahogy azt kellett, amelyik pedig nem, azokat nyilván nem. Én azt tapasztaltam egyébként, hogy nagyon sok ügyben nyomozás is indult, mondjuk MSZP-s érintettséget illetően. Látjuk is, a nyilvánosság előtt zajlik egyrészt, ma már, akkor még nem, de ma már igen, hogy bírósági szakaszba is vitték. Mondjuk más oldalról, fideszes oldalról ilyet nem láttam már, mint hogy bírósági szakaszba juttatta volna az ügyészség ezeket a nyomozás. De ilyen, hát ilyen heti gyakorisággal keletkeztek ilyen információk, és tárgyalta, vagy végezte a dolgát a Nemzetbiztonsági Hivatal vele. Földi úr elfogadja ezt a választ, hogy például a rendőrséget miért nem vonták be? Picit pontosítanom kell, itt a törvényre utaltál, miniszter úr. Én azt szeretném pontosítani, hogy mivel megtörtént eseményekről beszélünk, és Portik azt mondta, hogy nem meg fog történni, hanem megtörtént, ezért nyomozati hatáskör a rendőrségnek van, a titkosszolgálatnak nincs, a titkosszolgálat felderítő szolgálat, olyan ügyekkel és operatív módon foglalkozik, ami még úgymond nem történt meg. Tehát határozottan kijelenteném ismételten, hogy a szakmai gyakorlat egyértelműen az, hogy abban az esetben, hogy az információ arra irányul, amely már bekövetkezett, akkor felveszik a kapcsolatot a társszervekkel. Tovább megyek, az egész ügy nem is itt kezdődik, hanem ott, hogy priorálunk. És hogyha repriorálták volna, ez a priorálás azt jelenti,
megtörtént. A nyilvántartókból kijött az, hogy ki az a portik. Igen, hát ugye a laborszámtól nyilatkozik is. Ezek után lejött vele a labort. Igen, hát ugye elmondta a Népszabadságban, el lehet olvasni Labolcs Sándor, hogy megtörtént ez a priorálás, ugye azt, tehát azt csak nézzük, azt mondta, mondom. Nem találtak róla semmi. Így van, tehát azt mondhatom, hogy ugyanúgy erkölcsi bizonyítványa volt, mint neked vagy nekem. Tehát ez ugye kész, és a múltját illetően is ugye föltérképezte. Egy picit most én jobban értek, a priorálásnak az a lényege, hogyha eljön egy valamelyik nyilvántartásban, legyen az titkosszolgálati rendőr, vagy bármilyen nyilvántartásban személy szerepel, mondjuk azért, mert hálózati személy, célszemély, vagy valamit elkövetett, akkor föl kell venni az adott szervvel a kapcsolatot, mielőtt megközelítenénk a célszemélyt, tisztázni kell, hogy pontosan mi történt, és ugye a portiknál azért nem egészen arról volt szó, hogy bírói szakból őt fölmentették volna bármi arról is. Őt körözték hosszú éveken keresztül, majd egyszer csak elévült egy olyan bűncselekmény, amiben őt nem találták meg, nem is volt Magyarországon. Igen. Ezt követően fölbukkan Magyarországon, nincs ellene vizsgálat, igen, viszont van egy nyilvántartási adat. Igen. Tehát én azt gondolom, hogy szakmailag nonsens, hogy én a rendőrség illetékesét ezek után nem keresem meg, nem gyúrjuk át, hogy ki is az ember, milyen veszélye lehet annak, hogy ő, ha jelentkezik nálam, akkor igazándiból menekülni szeretne a politika alá bújva azt azzal. Nem tudjuk, hogy a priorálás az pontosan milyen eredményt hozott, csak azt tudjuk, hogy megtörtént. Labolcs Sándor elmondja a Labolcs Sándor azt mondta el a Népszabadságnak adott interjúban, hogy nem találtak semmi olyat, ami igazán terhelő lett volna. De nem csak ez a meglepő, hanem egyébként az is, és a Sanda szándékot a mögött, hogy ő maga megy el találkozni Portik Tamással, az tűnik még alátámasztani, hogy a bizottsági meghallgatásán egyértelműen hazudott később ezekről a feladatokról. Jaj, ne mondja ezt. Tehát itt ugye ezt az ellenzéki politikusok sugalják az ön számára, vagy mi számunkra hát letagadta hazudott. A bizottság előtt, hogy ezek a találkozók nem megtörténtek. Hívjon azt meg is, hogy beszélni. Telefont adott volna. Nem letagadta. Hívjon meg ide valakit, nem minket, mert ugye én is elfogult vagyok nyilván Laborcú mellett. Földi úr is bizonyos értelemben elfogultsággal rendelkezik. Egy találkozott bevallott, de azt mondta, hogy nem hangzott, ami elhangzott. És négy évvel ezelőtt volt ez a találkozó. Most mondhatnám önnek azt, hogy a két találkozó 3 nap különbséggel zajlott le, és 4 évvel később emlékezhet-e, kérdezze még egy pszichológus vagy pszichiátor, vagy nem tudom, milyen szakértőt ezzel kapcsolatosan. Egy nem túl jelentős, mert azért ma jelentős, akkor ez nem volt túl jelentős ügy 2008-ban. Porti Tamásról messze nem lehet tudni annyit, mint ma tudunk. Leül kétszer mondjuk találkozik. De ő benne az emlékek fontosabbak, amik a találkozó után megmaradtak. Nem az, hogy hányszor találkozott, meg nem az, hogy pontosan milyen mondatokat mondtak. A benyomás, az a tartalom, ami a beszélgetés után rögzítődik benne. És ez az, ami 4 év után még megmarad. De a részletek azok nem maradnak meg, és ezért tisztességtelen a bizottsági eljárás is, amelyik úgy tárgyalt vele, hogy ők ott asztal alatt nézték a jegyzőkönyvet, hogy mit mondtak egymásnak, de nem mondták meg a Laborcnak, nem szembesítették. Illetve aztán ezzel megmondták, és akkor ő ettől zavarba is jön. Hát igen, mert ugye ő nem tudta, miről beszélünk igazán. Most 4 évvel ezelőtt találkozó jegyzőkönyvét, hát nekem jó memóriám van, de nem hinném, hogy vissza. Földi úr is néven olvasta ezeket a bizottsági meghallgatási jegyzőkönyveket, mire következtett belőle? Én arra következtetek, hogy ugye itt a Labolcs alkalmasságát is azért picit vizsgálni kell, bár a távol lévő embertől nem szabad nyilván minősíteni. De a miniszter úr emlékszel, egyszer megkérdeztél engem még annak idején a hivatalban, hogy mi a véleményem a Labolcsról. És akkor egyetlen azt mondtam, hogy csodálkozom az ő kinevezésén szakmai értelemben, de amit vegyél tudomásul, hogy a képedbe hazudik. És akkor azt mondta csodálkozva, hogy de hát hogy, én neveztem ki, miért mondasz ilyet? És azt mondtam, hogy azért, mert azt próbálja mondani, amit elválsz tőle. És a titkosszolgálatnál ez nagy halál. A Labolcs hajlamos volt, sajnos ezekre a mondatokra, még egyszer mondom, nem kívánom őt vádolni. Tehát amikor ez az egész cselekmény megtörténik, akkor egy olyan emberrel ülünk le tárgyalni főigazgatói szinten, ami teljesen indokolatlan. Semmilyen információ korábban nem merül föl, ami miatt neki kellett volna leülni. Ő vagy túl buzgó volt ebben az esetben, és ez is lehet egy minősítés, vagy nagyon meg akart felelni valamilyen szempontból, és ez is lehet egy minősítés, vagy nem értékelte kellő helyen azt, hogy ő milyen székben ül, ő nem operatív tiszt, mert a tegnapi Népszabadság újságban operatív tisztként apostrofálja magát, aki bizony nagyon kellemetlen helyzetekbe is kénytelen belemenni. Ő egy főigazgató, annak nagyon komoly súlya van. Az ő szava az majdhogy nem szent szó, amikor idegenekkel erről beszélünk. Ő nem beszélgethet ezzel a meglehetősen kétes múltú, még hogyha abban a pillanatban éppen kapott erkölcsi bizonyítványt is emberrel úgy, ahogy ezt megteszi. Ön szerint bűncselekmény gyanúját felveti ez a két beszélgetés? A bűncselekmény nem itt kezdődik.
A szakmaiatlanság viszont igen, és én csak és kizárólag erről tudok beszélni. A bűncselekményt nem én vagyok hivatott megállapítani, ezt ki kell vizsgálni. Történt-e utána bármi olyan, ami bűncselekmény? Vagy történt-e olyan, ami megakadályozhatta volna a bűncselekményt? Mert én ismerek olyan ügyeket, még a 90-es évek közepéről, amikor ügyeket zártak le politikai szinten, ahelyett, hogy a bűncselekményeket próbálták volna kivizsgálni, ami később bekövetkezett. Tehát annak nagyon nagy a veszélye, hogyha egy titkosszolgálati akciót követően, ahol információk keletkeznek, nem csak utóélet, nagyon-nagyon-nagyon veszélyes. És a Sanyi Laborcúr azért nem emlékezett valószínűleg, mert nem volt utóélete. És mivel nem volt utóélete ennek az ügynek, ő nem élte meg ezt abban a logikában, hogy meg kellett volna. De nem hazudott. Ezért, tehát ez nagyon lényeges ezért nem járnak főigazgatók operatív találkozóra. Ez egy vékony ég, hogy mi az, amire valaki nem emlékszik, vagy nem mondja. Jó, de ugye az, hogy hazugság, és tényleg Laci, most itt elmondod a nézők előtt, hogy mi milyen beszélgetést folytattunk, nem túl korrekt, mert ő nincs itt, és nem mondhatja ugyanezt rólad. Köztetek van személyes konfliktus, azt én tudom, de most ezt nem szeretném itt föltárni. De egy valamit azért szeretnék elmondani, hogy Labot Sándor, meggyőződésem, hogy nem hazudott a bizottsági ülésen sem, egyébként nekem sem. Meggyőződésem, nem szeretnék ebbe tévedni, és nagyon hiszem azt, hogy nem fogok benne tévedni. De nem az a vékony ég. Azt nézzük meg, hogy ebben az ügyben bármilyen akcióra sor került-e, ami tulajdonképpen ma az ellenzék sugal. Földi úr azt mondja nem, én is azt mondom, hogy nem. Tehát ilyen terv alapján megfogalmazva azt, hogy mit akarunk elvárni, lejáratás, stb. Nem került sor. És azt gondolom, hogy ez az alapigazság ebben az egészben. És ebben az alapigazságban biztosan nem hazudott. Sem Labos Sándor, sem pedig hát azok, akik ezt interpretálják, ahogy most például én is megteszem. Az, hogy ő ott szakmailag mikor, miért, mit tett, egyes mondatokra miért, mikor reagált és mit nem reagált, abban emlékezhet rosszul, csak nincs mögötte az a szándék, amit most sokan neki tulajdonítanak, hogy ő egy lejárató akcióra próbálta megszervezni a Portik Tamást. És ezt gondolom, ez a lényeg ebben 4 évvel később, nem pedig az, hogy pontosan mi hangzott el ott akkor annak idején. Egy szavát ne vegyék komolyan, egyiknek se, azt mondom a nézőknek, amikor elolvasnak egy ilyen műveleti jegyzőkönyvet. És nagyon nagy hiba nyilvánosságra hozni éppen emiatt egy ilyet, amikor egymást akarják megvezetni az érintettek. Hát melyik szó igaz benne? Hát ezt ki tudja eldönteni. Akkor döntsük el, művelet volt. Mert akkor a konzekvenciája lesz. Ha nem volt meghallgatás, művelet, ezt kell akkor meg ne beszéljünk arról, hogy művelet volt, mert ezzel a szolgálatot járatjuk le. Műveleti meghallgatás, most ugye ez egy régebbi terminológia, ezt én tudom, ma már nem így alkalmazzák. Nem volt műveleti akció abban az értelemben, ahogy ezt a Földi úr, mint szakmabeli mondaná, tehát hogy egy terv készült, jóváhagyva, és így tovább. Nem volt, és ez a jó benne egyébként, mert hát tényleg nem tartunk ott, hogy lejárassunk politikusokat. Jelentés utána csak volt az ön személye felé, hogy ez történt. Ez szóbeli tájékoztató arra, hogy meg volt a találkozó, de hát ugye ez ennyiben is maradt, és úgy tűnik, hogy nincs is utóélete, legalábbis én úgy látom, hogy nem. És arra emlékszik, hogy azt mondta szóban Labor Sándor utána, amit most mondanak, hogy megvolt a találkozó, nem igazán megbízható, nem igazán értékes az információ. Az, hogy nem volt érdemi információ, erre biztosan emlékszem, hogy ennek a körülményei, hogy miben voltak, arra már nem. Tehát, hogy, hát, de azt hiszem, hogy ennél sokkal több nem is hangzott el, nem volt érdemi az információ. Később sem kaptam arra vonatkozóan jelentést, vagy arról jelentést, hogy őtől származóan olvasok valamit. Mondjuk, mint említettem önnek, hetente kaptam jelentést arról, hogy XY nem csak politikus, persze, hanem más rendőri, ügyészi, legritkábban bíró, teszem hozzá, vezetőkről valamilyen információ érkezik a Nemzetbiztonsági Hivataltól. Olyat nem kaptam, hogy ez Portik Tamástól származott volna, tehát ezt nem tudom nyomon követni. Nem is szokásos az informátor persze megnevezni az ilyen jelentésekben. Az ügy nyilván folytatódik, fogunk még erről beszélgetni. Köszönöm, hogy ma eljöttek. Köszönöm.